Őrsújfalun immár 7. alkalommal szervezték meg az Eghor Szekéren című amatőr színjátszó fesztivált. A szervezők, az ÉS színház tagjai annak idején Erdélyből hozták az ötletet. Szerveznek egy találkozót a környékbeli kis színházaknak, és együtt töltve egy napot örömszínházzal szórakoztatják egymást. Az őrsújfalui Ekószekér rendezvény azóta kétnapos lett, teli vidám beszélgetésekkel, sok nevetéssel és természetesen színházas dival. Mindennek a helyi romkultúrház ad otthont. Az ÉS Színház, vagy az ÉS Polgári Társulás, ez a kettő ugye majdnem ugyanaz, ez egy baráti társaság. Tehát, hogy baráti társaság, meg csak barátok, csak azok lehetnek, akik a minden hullámhosszon együtt rezegnek. Azt hiszem, hogy ezért működik ez ilyen jól. Azon kívül azok az emberek, akik hozzánk csapódtak, és ezt most idézőjelben mondom, azok az önkéntesek, akik a faluból úgy érezték, hogy ennek közösségteremtő lehetőség van ebben a fesztiválban, és jöttek ide, ők is hozzák magukkal az örömöt, jókedvet, tehát senki nem kényszerből, hanem meggyőződésből és örömmel dolgozik. Az első este, ez már az utóbbi 3 évben hagyományá vált, a profiké. Idén Szabó Viktor, a Komáromi Jókai Színház színésze olvasta fel Sóki László legújabb darabját. Majd az idén 25 éves és legújabb produkciójának tapsolhattak a nézők. Akik eladták magukat, akik sörrel gocibódtak, mégis csatlakoztak hozzánk, mert kedvükben érezték, a helyzet súlyos volt. A fesztivál második napján az amatőröké volt a színpad. Erdélyi, magyarországi és természetesen felvidéki, Csallóközöranyos és Nyárasdi csapatok mutatták be produkcióikat. A Hargita megyei Szentegyháza a legmagasabban fekvő magyar város a Kárpát-medencében. Színjátszói pedig a felvidéki Eghor Szekéren egyik leghűségesebb szereplői. Ez idáig minden fesztiválon itt voltak, és idén sem volt ez másképp. Mi úgy mondjuk a rumonfali kollégákkal, akikkel együtt érkeztünk, hogy hát mi hazajövünk. 3 színdarabot hoztunk, igazából 3 mesét. Nálunk ugyanis Mátyás király éve van, és 2 Mátyás király mesével érkeztünk, valamint a Föld Borsó című székely népmesével, amelyik szentegyházi székely népmese. A Markói Kamara Teátrum második alkalommal erősítette az amatőrök mezőnyét. Nagyon sokat tanulunk, mert különböző területekről jönnek, más országokból is, és ugyanazokat a darabokat teljesen másképp játszották, és meglepődtünk, hogy mennyire új dolgokat, és van, amit hasznosítunk is. Még nagyon jók az itt eltöltött napok, este összejövünk, énekelünk. A fesztiválon kiváló hangulat uralkodott. A csapatok felszabadultan szerepeltek, a Matusek Attila színművész vezette záróesti improvizációs játék fergeteges volt. Az asztalokról nem hiányzott a finom étel és ital, a résztvevők és a szereplők szívéből pedig a lelkesedés és a vidámság.